Nagyon komoly ügynek nevezte Szijjártó Péter a Fox News-nak adott interjúban az Európai Bizottság felvetését, amely szerint a tagállamoknak 15%-kal kellene csökkenteni a gázfelhasználásukat. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a kormány megvárja az uniós testület hivatalos értesítését, és azután véleményezik azt. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint az Európai Bizottság javaslata jó példája az unió lopakodó jogalkotásának. A félelem, hogy nem lesz télen elég gáz az Európai Unióban, Brüsszelt lépésre kényszerítette. Az Európai Bizottság szerdán bemutatott tanácsi rendeletének a lényege, hogy fogják vissza a gázfogyasztásukat a tagállamok. Méghozzá 15%-kal, idén augusztus 1-től, jövő év március 31-ig, jelentette be az Európai Bizottság elnöke. A korlátozáshoz jelenleg önkéntesen csatlakozhatnak az uniós országok, azonban a spórolás kötelezővé válik minden tagállamra nézve, amennyiben nem érkezne egyáltalán Oroszországból gáz, és a bizottság uniós riasztást adna ki. Ursula von der Leyen arról beszélt, erre a lépésre azért van szükség, mert a Gazpromban nem lehet megbízni. Az Európai Bizottság szerint azonban, ha minden tagállam a rendelet alapján korlátozza a fogyasztását, akkor télen nem érheti meglepetés az uniót. Fel kell készülnünk az orosz gázimport teljes megszűnésére. Ez valószínű forgatókönyv. Láttuk már korábban is, hogy Oroszország nyomást akar helyezni ránk azzal, hogy visszafogja a szállítást. Ezért reális veszély, hogy teljesen elzárhatják a csapot, osztotta meg aggodalmait Ursula von der Leyen. A kormány rendkívül jelentős és komoly ügynek tartja az Európai Bizottság ajánlását, ezért várja az uniós testület hivatalos javaslatát. Nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az amerikai Fox News-nak. Eddig azonban még nem kaptunk semmilyen írásos dokumentációt, semmilyen írásos javaslatot sem. Úgy vélem, ez túl komoly kérdés ahhoz, hogy megjegyzéseket tegyünk egy ilyen típusú kijelentést követően. Várjuk, hogy a bizottságtól kapjunk egy írásos javaslatot, mondta Szijjártó Péter. A hírek szerint a 15%-os gázkorlátozásról szóló javaslatot az Európai Bizottság a tagállami vétót, valamint az Európai Parlamentet kikerülve július 26-án az uniós energiaügyi miniszterekkel szavaztatná meg egyszerű többséggel. Az Európai Bizottság tanácsi rendelete jó példája az uniós lopakodó jogalkotásnak, nyilatkozta ifjabb Lomnici Zoltán a Kossuth Rádióban. A századvég jogi szakértője szerint a brüsszeli javaslat tagállami szuverén jogköröket von el, ami további lépésekre ösztönözheti a bizottságot. Amikor első körben az energiafelhasználást blokkolják, akkor a következő lépés minden további nélkül a korábbi precedensek alapján az lehet, hogy a tagállamoktól elvonnak nyersanyagokat. Arról is beszélt, hogy az Európai Unió elhibázott energiapolitikája vezetett oda, hogy emelkednek az árak, és korlátozottan áll rendelkezésre a villany vagy a gáz a lakossági fogyasztók számára.